Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket Hangvilla című zenei érzékenyítő magazin műsorunkban, aminek most már azt hiszem, hogy a harmadik adásához értünk olyan tekintetben, hogy tanár és a diák a vendégem a stúdióban, és akik most már ebben a sorozatban részt vettek, látták az eddigi adásainkat, azok tökéletesen tudják, hogy nem csak, hogy beszélgetünk, hanem majd a tanár és a diák is megmutatkozik a hangszere mögött. Még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban helyet foglaló két vendégemet. Újfent elnézést kell, hogy kérjek a televízió nézőktől, nem a neveletlenségem miatt, de úgy gondolom először a tanárt mutatnám be. Esze Zsolt, a Gózion Művészeti Szakgimnázium remek zeneoktatója, zongoratanárja. Hát illetve nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban a tanítványt, Kis Annát, aki pedig a Vörösmarty Rádióban már volt vendégünk. Igen. A Vörösmarty Rádióban is fut a Hangvilla Extra című beszélgetős műsorunk, és Annát ott már szerintem a hallgatók vagy a Fejvár Média Centrum követői már megismerhették. Sok minden kiderült rólad, de hát ez úgy szép, hogyha itt a televízióban is egy kicsit beszélgetünk.
Úgyhogy ma a zongora a fő témánk és a zongora oktatás. Ugye eddig emlékeim szerint szóba került a gitár és a basszusgitár. Most ma a zongorát szeretnénk egy picikét megbeszélni, illetve a zongora oktatásról szeretnénk beszélgetni. Adás előtt készülve erre a beszélgetésre azt mondtam neked, Zsolt, hogy a popzene dominanciája, és a popzenében pedig a billentyűs hangszerek dominanciája szerintem megkérdőjelezhetetlen, ugye? Szerintem igen. Illetve hát szerintem jól látod ezt a dolgot, már csak azért is, mert a zenék, amikor íródnak, akkor ugye legtöbbször ugye van egy valamilyen klaviatúra, ami egy billentyűzet, és tehát egy zongorához hasonlító valami, meg egy számítógép, és akkor ugye a zenék többsége azért ott íródik. Ma már itt tartunk, hogy a zongorára hasonlító valami, egy billentyűzet, és legyen mögött egy számítógép. De nem így kezdtük, annak idején nem így kezdődött. És beszélgettünk mi már arról egyébként, hogy ha ma valaki mondjuk komolyan zenét szeretne írni, a legtöbb esetben nem baj, ha egy picit tud zongorázni, úgyhogy ilyen szempontból ez egy fontos üzenet. Fontos. Ugye? Nem véletlenül a általában a kötelező hangszer az a zongora szokott lenni, bármilyen fő hangszer mellé. Uh-huh. Tanuljanak zongorázni, a televízió nézőket biztatjuk, keresik a remek tanárokat. Na hát akkor hogy kezdődött a tanítvány és a zongora találkozása? Hogy indult nálad ez az egész? Hát úgy, hogy nálunk a családban otthon mindenkinek kellett így első-második osztályban valamilyen hangszert tanulni, hogy hát ha lesz belőle valami, és elkezdtem akkor zongorázni, és először annyira nem vettem komolyan, nem szerettem annyira, mert klasszikus tanultam, de nem is volt annyira jó, akkor még kicsi voltam, annyira nem érdekelt. És utána meg átkerültem egy másik tanáromhoz, ahol már szóba jött az, hogy lehet, hogy ebből lehetne valami, mert már szerettem is nagyon csinálni, és utána átkerültem ide. Átkerültem oda, ez azt jelenti egyébként, hogy lépcsőfokokról beszélhetünk, ugye? Igen. Tehát, hogy elindult viszonylag fiatalon már egy találkozás a hangszerrel és a zenével, és ma már ott tartunk, hogy majd látunk nem sokára egy remek dalt, egy remek produkciót, amiben egyébként én nagyon remélem, hogy Zsolt büszkén döltél hátra, és azt mondtad, hogy hát itt van a munka eredménye. Én abszolút meg voltam elégedve, már csak azért is, mert a múlt hét ehhez képest mostanáig komoly fejlődést mutatott a dal, amit nem tudok, hogy azért voltam, mert most éjjel-nappal gyakoroltad a felvétel miatt, vagy mert beértek azok a dolgok, amiket ugye 4 évig folyamatosan tanultunk, de igazából az eredmény szempontjából ez indiferens. Az eredményt akkor nézzük meg, most itt szerintem együtt a televízió nézőkkel, és utána pedig arról beszélgetünk majd, hogy hogy készültetek erre, milyen formában, és milyen nehézségek mellett. Illetve, hogyha nem voltak nehézségek, akkor azt is átbeszéljük. Szóval, hölgyeim és uraim, akkor egy szóló zongorázás következik most. A Georgia című felvétel itt a Fehérvár televízióban. Tartsanak velünk, jó televíziózást! Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Georgia szóló zongorázás formájában a Gozion Művészeti Szakgimnázium remek tanítványa, Kis Anna, és a felkészítő Esze Zsolt. Ez olyan, mint a sportműsor lenne. A sporttal mindig cikizlek, hiszen ugye testnevelő tanárként is funkcionálsz az intézményben. De azért gyorsan mondjuk ki, hogy ma nem kell fekvő támaszt nyomni Annának. Nem lesz erről szó. Ezzel együtt viszont magáról a hangszerről fogunk még beszélgetni. Szóval milyen folyamat zajlik, amire mondjuk a diák elér olyan szintre, hogy be tud ülni akár egy rádióstúdióba, akár egy televíziós stúdióba, és mindezt meg tudja mutatni, ki tudja tenni a közönség elé. Azért ezt gondolom nem 2 perc alatt történik meg, Anna. Hát nem igazán. Nem igazán. Mivel kezditek, amikor azt mondjuk adott egy dal, és akkor mondjuk nem tudom, ezt a dalt tanuljuk meg. Mik az első lépések a daltanulásban? Hát először is attól függ, hogy milyen dalról van szó. Uh-huh. Hogyha standardeket tanulunk, akkor stílusfüggő az egész, uh-huh, és szépen lassan építjük fel, hogy először a dallammal együtt, utána teljesen harmóniákkal, aztán meg az improvizációt is beleépítjük. Uh-huh. Igen, azért azt ne felejtsük el, bocsánat, hogy itt közbevágok, hogy ugye aki már mondjuk klasszikussal kezd, és mit tudom én, 5 évesen odaült, ahogy én annak idején is 12 év klasszikus lenyomtam, ugye akkor vannak olyan dolgok, amikkel már nem kell foglalkozni. Tehát például a technika fejlesztéssel külön, vagy a függetlenítés, vagy a kottaolvasás, violinkulcs, basszuskulcs, stb. Hát ezekkel már nem kell, tehát itt nem kell a fonalat fölvennünk, hanem célirányosan tudunk foglalkozni ugye magával az adott stílussal, egy bossanova, egy swing, egy csacsacsa, szóló zongorán. Uh-huh. De megint más a feladat, ha zenekarba kell elhelyezni. Tehát ugye akkor a bal kéznek a harmónia elosztása teljesen más, ritmizálása teljesen más. A jobb kéz a dallam alá, ahogy bejátsza a harmóniát, ahogy ritmizálja az akkordot. Ha nem ő játsza a dallamot, hanem csak kísér, akkor megint egész más. Tehát ez egy nagyon sokrétű feladat. Ha szóló zongorára készülünk, akkor ugye ez a folyamat, amit az Anna mondott. Ez a munkafázis, ahol most tartotok, ez most már mondhatjuk azt, hogy ez egy jó szint, tehát hogy most már azért nem az alapoknál vagyunk, egyértelműen láttuk, hogy egy nagyon szép produkciót tudott Anna bemutatni. Itt azért már egy kicsit mondod azt, hogy elégedett vagyok, és most már kezd beérni a munka gyümölcse? Így van. Ráadásul már Anna tudott dolgozni is ugye vendéglátó helyiségben. Tehát ez a tudás, ez igazából arra pincérként. Már... És nem pincérként. Így van. Ez fontos. Tehát, hogy ez már megfelelő. Mm-hmm. Nyilván most lehet még följebb, úgy, ahogy a tanárnak is nincs vége a tanulási folyamatnak. Mm-hmm. Tehát fölfele nyitott a projekt. Minden diák esetében egy nagyon fontos kérdés, és nem véletlenül teszem fel ugyanezt, hogy és mik a jövő tervek, mik az elképzelések, hiszen ugye itt azért ez egy nagyon fontos kérdés, középiskolai szinten vagyunk, középiskolai oktatásban vesztek részt, merre tovább, hiszen tudjuk, hogy alapképzésben is ott voltál, ráadásul klasszikusból érkeztél, most könnyedebb témákat gyakoroltok, ami egyébként azzal együtt is nagyon-nagyon nehéz, hiszen itt ezt is ugye, emeljük ki. És merre tovább, kedves Anna? Hát, hogyha most befejezem a 13. osztályt, akkor a Kodolányi János Főiskolára szeretnék tovább menni a jazz tanszakra. Uh-huh. És utána onnan meg még kiderül, hogy uh-huh, hogy lesz, uh-huh, és mi lesz. Uh-huh. És mi lenne a szíved vágya? Hát, igazából ezen még nem gondolkoztam teljesen, mert nagyon szívesen játszanék egyedül is, de egyébként meg zenekarba, trióba nagyon. Azt nagyon szívesen csinálnám később. Aha. Igen, hát ezek a nagy kérdések, ugye, hogy aztán mi jön össze, és mit hoz, mit mutat meg az élet. Zsolt, te mikor lennél elégedett? Ezt talán még nem is kérdeztem meg egyik tanártól sem, hogy mikor lenne elégedett a tanár a tanítványokat figyelve? Mikor mondanád azt, hogy na, megvan, és ezért dolgoztunk, hogyha az ő pályájukat nézed és vizsgálod? Hát, ha egyébként ez a kérdés, ez már volt egyszer a rádióban. Rádióban beszélgettünk erről. És ott azt mondtam, hogy ha én akkor lennék elégedett, hogyha minden diák szívesen játszana a hangszeren, és boldogan, örömmel ülne bármikor oda is játszana, akár a saját szórakoztatására, akár mit tudom, karácsonykor a nagymaminak, vagy mit tudom én. Nyilván, hogyha ha karrier szempontjából nézzük, akkor mikor mondhatjuk, hogy sikeres, hogyha van munkája, jól fizető munkája, és örömét leli benne. Szakmailag is megfelel.
Tehát azért, ami nálunk képzés folyik, az nem szigorúan csak a hangszerre koncentrálódik. Tehát pont amit a kollégáim is már csúcsosítottak, hogy rengeteget beszélgetünk, rengeteget kommunikálunk, nem csak a hangszerről, hanem a jövőképről például, a hogyan tovább meetingek. Tehát ez ugyanúgy része a dolognak. Bárhogyan is lesz tovább, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok Annának. Nyilvánvalóan nektek a közös munkához kívánok nagyon sok sikert. És hát akkor legyen ez egy nagyon szép ívű pálya, én ezt kívánom neked. És akkor még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok és tudtunk ma beszélgetni. A televízió nézőknek köszönjük szépen a figyelmet, egészen pontosan egy hét múlva hívjuk, várjuk Önöket, ugyanebben a műsorban, ugyanekkor. Köszönjük a figyelmet! A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.